Sinkovicsné Király Angéla kiemelkedő óvoda pedagógiai munkájáért Brunswick Teréz díjat kapott. Szeretettel gratulálunk és üdvözlöm Köszönöm. Itt a stúdióban. Mielőtt arról beszélnénk, hogy hogy érinti az elismerés, ami már nem az első, egy kicsit beszéljünk a kezdetekről, hogy hogyan került az óvoda pedagógus pályára. Hát eredetileg nem óvodapedagógusnak készültem, én gyógypedagógus szerettem volna lenni. Aztán az élet hozta úgy, hogy kerestem egy munkahelyet magamnak, mert a gyermekemtől nem akartam eltávolodni, vele akartam lenni, és akkor így találtam rá az Erzsébet királyné úti óvodára. Ott dolgoztam 29 évig, ugye most jelenleg Varázskastély tagóvoda, és hát imádtam és élveztem minden percét. Mi az, amit ugye már szülőként is látom, hogy valaki vagy pedagógusnak és óvodapedagógusnak és bölcsődei nevelőnek született, vagy nem, persze azért nem csak olyanok dolgoznak a szakmában, aki annak született, de mi az, amitől ez a hivatás szép és szép tudott lenni az elmúlt években önnek? Hát a gyermekektől jövő pozitív visszajelzés minden nap. Tehát minden nap ért olyan öröm, ami újra és újra arra ösztönzött, hogy nagy szeretettel végezzem ezt a munkát. Mindig meg lehet benne újulni, szerintem fiatalon is tart bennünket, hiszen mindig jönnek az újabb és újabb picurkák, de ez ami ösztönzött arra, hogy minden nap kaptam tőlük valamiféle kis jelzést, amiből azt arra következtettem, hogy szerették a velem töltött időt. Ennyire kell megújulni, ugye mindig vannak új szemléletek a kisgyermekneveléssel kapcsolatban, és hát mennyire kell konzervatívnak vagy liberálisnak lenni ebben a témában? Hát meg kell újulni, nem feltétlenül a liberális nevelés felé. Tehát azt gondolom, hogy szokásokra, szabályokra szükségük van a gyerekeknek, mint hogy a mindennapi életben is szokások, szabályok között élünk, és ezt igenis tartani kell. De bizonyos keretek között persze adhatunk a gyerekeknek határokat, és lehet engedni nekik. A megújulás inkább a szakmában, a pedagógiában kell, hogy történjen, a gyermekekkel kapcsolatos tudásunkkal, a pszichológiai tudásunkkal. Nagyon sok különleges bánásmódot igénylő gyermek van az óvodákban most már, tehát az ezzel kapcsolatos tudással kell megújulni. Aztán meg kell újulnunk azért is, mert itt van a pedagógus életpálya modell, amiben nekünk bizonyítanunk kell, meg kell mutatni a tudásunkat, a szakmai kompetenciáinkat. Tehát folyamatosan kell újulnunk. Ugye azt mondják a pedagógusok, hogy változnak a gyerekek, változnak a családok. Hát hogyha változnak a gyerekek, változnak a családok, akkor nekünk ehhez alkalmazkodni kell. Tehát ezt mi nem nézhetjük ölbetett kézzel, és nem moroghatunk ezen, hanem igenis ehhez is alkalmazkodnunk kell, és segítenünk kell a családokat, gyerekeket. És egyébként ön is így látja, hogy változnak a szülők is, a nézetek is, a nézőpontok is változnak, ahogy a világ változik? Változnak, sokkal többfélék már, sokkal változatosabbak a nevelési elvek. Itt a digitális kompetencia, amiben nekünk újulnunk kell, persze megfelelő és meghatározott keretek között, tehát mindenképpen tudnunk kell ehhez alkalmazkodni, de nem feltétlenül kell elfogadni elvtelenül. Nagyon sokszor hallom ugye az ismerőseim meg a rokonság körében is, hogy hát volt egy csodálatos óvónéni, és hogy mennyi mindent köszönhetnek neki. Mennyire fontos óvodáskorban egy nevelő a gyermeknek? Meghatározó. Hiszen ez a 3-4 év, amit az óvodában töltenek, ez már nem hozható vissza. Nem csak azért, mert hogy itt lesznek igazán gyerekek, játszhatnak, hanem ez az az időszak, amikor a legtöbb képességet fejleszteni, segíteni lehet a fejlődésüket, ebben az időszakban lehet, tehát mindenképpen meghatározó az a szeretet, az az elfogadás, amit egy óvodapedagógus tud a gyermek felé adni, és általa a gyermek meg tud nyílni, alakulni tud, és eléri nyilván az iskolai életmódhoz szükséges fejlettséget, ahhoz kell, hogy egy nagyon-nagyon jó, kiváló óvodapedagógus legyen vele. Mi az, amiből áll a munkája most gyakorlatban?
Szakmai vezetőhelyettes vagyok az Egyesített Óvodában. Hát tulajdonképpen az intézményvezető mellett a szakmai munka irányítása a feladatom. Ebben ugye a pedagógus életpályamodell, a pedagógiai programunk megvalósítása, segítenem kell a gyakornokokat, a gyakornokok mellett a mentorokat, a továbbképzések irányítása, továbbképzések szervezése. Azt hiszem, hogy elég széles körű, és hát valamennyire a gyerekek mellett tudtam maradni így. Ugye ez a díj arról szól, hogy kiemelkedő pedagógiai munkáért kapják azok, akik megkapják. Milyen érzés ez önnek, hogy hát már ez nem az első díja? Hát rendkívüli érzés. Először is nagyon-nagyon meglepett, amikor kaptam egy e-mailt, hogy felterjesztettek Brunswick díjra, és elfogadom-e. Hát természetesen, ha én kapom, természetesen elfogadtam, és aztán kutakodtam, és akkor tudtam meg, hogy a Nemzeti Pedagógus Kar terjesztett fel. Úgyhogy... Ugye ez egy állami elismerés, mit kell róla tudni? Igen, igen. Mert hogy azért állami... már van egy nagyobb múltja ennek a díjnak. Ez egy állami elismerés, igen, igen. Az óvodapedagógusok, azok az óvodapedagógusok kaphatják, akik a pedagógiai munkaterén, az óvodapedagógia munkaterén kiváló munkát végeznek. Tehát nyilván a munkatársai, tudom, hogy kicsit nehéz arról beszélgetni a díjazottnak, hogy vajon miért kapta a díjat, de gondolom, hogy a munkatársaival is olyan a viszony, hogy nyilván ő felőlük is jött egy visszajelzés a munkájáról. Sok pozitív visszajelzést kapok a kollégáimtól, sokszor megerősítenek. Én igyekszem őket támogatni mindenben és segíteni a munkájukat, úgyhogy bízom benne, hogy a kapcsolatunk az pozitív, igen. Ugye az óvodapedagógusokkal kapcsolatban is szokták mostanában mondani, hogy kevesebben vannak, nem annyira jelentkeznek, nem olyan lelkesek. Ez valóban így van? Igen, igen. Ebben az évben nagyon kevesen jelentkeztek képzésre, és hát nálunk is van óvodapedagógus hiány, de hát ez országos szintű. Milyen tervei vannak a következő időszakra? Hát a tervem most lesz október 22-én a mesterminősítésem, a tervem az, hogy sikerüljön. És aztán januártól, ha ez sikerül, akkor szeretnék szakértőként, mesterpedagógusként tevékenykedni a munkám mellett. Ez mit jelent a gyakorlatban? Ez azt jelenti, hogy minősítésekre járok majd, illetve tanfelügyeletekre. Hát nagyon sok sikert ehhez, biztosan sikerül, és gratulálunk az elismeréshez. Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm a meghívást.